A mondókákat tanulják a gyerekek a zenészekkel, amit majd előadnak velük a színpadon. Te vagy a lassú járású Ed, jó? A színházteremben a szerepeket osztják ki, miközben az előtérben készül a festett díszlet. Ebben a produkcióban a résztvevők, egyben a szereplők is, ahol végül egy rövid mesét adnak elő szinte mindannyian. Miután színjátszó foglalkozásokat tartok, heti táborokat tartok, gondoltam egy merészet, hogy mi lenne akkor, hogyha egy délelőtt belesűrítenénk ezt az egészet, és megpróbálnánk a gyerekekkel egy délelőtt alatt előadást készíteni, tehát nem csak a gyerekekkel, hanem értelemszerűen a családokkal, tehát anyukák, apukák, nagyszülők is bevonhatóak lennének ebbe. Mutassuk meg a színházat kicsiben. A színházigazgató bízta meg Tamás Évát, hogy találjon ki egy programot egy családbarát színházi pályázatra. Erre született meg a Játszma velem, amivel nyertek. Azonban január közepén véget ért ez a lehetőség. A pályázatban 6 előadást tudtunk vállalni. Sajnos ez a 6 előadás ez lement. Mindegyik teljes teltházzal és nagyon-nagyon jó hangulatban. A folytatással kapcsolatban azért vannak kétségeink, hiszen az előadásnak a költsége elég magas, sok ember dolgozik benne, anyagköltség is folyamatos minden előadáson. Jelenleg továbbjátszási pályázatunk nincsen. Ez az a program, amit nem szabad abba hagyni, mondja Tamás Éva. Ezért most új forrásokat, pályázati lehetőségeket keresnek a folytatáshoz. Így reményeik szerint csak átmenetileg szünetel a Játszma velem program a Pécsi harmadik színházban.